1963-ban az egyetemen megalakult a kibernetikai laboratórium, amely az oktató és a kutató munka számítógépes hátterét biztosította. A laboratórium létszáma az induló 0,5 főről, aki Muszka Dániel volt félállású adjunktusként, 12 főre emelkedett, amikor 1964-ben döntés született arról, hogy az első hazai építésű elektronikus számítógép az M3 Budapestről Szegedre a kibernetikai laboratóriumba kerüljön. Az egyetem Bolyai Intézetének földszinti helyiségében került a gépterem kialakításra. Nagy kaland volt az M3 Szegedre költöztetése 1965-ben. Muszka Dániel visszaemlékezéséből idézünk. Kibontva azokat a ládákat, amelyekben a gondosan csomagolt alegységek voltak, szomorúan tapasztaltuk, hogy annak elemei, ellenállások, kondenzátorok, diódák helyenként nem láthatók a rájuk rakódott vastag koromrétektől. Hát igen, Budapesten már akkor sem volt valami tiszta a levegő. Az alegységek kirakása után úgy néztünk ki, mint egy szorgalmas kéményseprő munka után. Erősen töprengtünk, hogy mit évők legyünk, amikor az egyik munkatársunk lelkendezve hívott, hogy nézzük meg a kísérletét. Egy alegységet vett kézbe, és a csatlakozóján a két pontja között ellenállást mért. A műszer 20 kilóohmot mutatott. Ekkor erősen belefújt, sötét koromfelhő keletkezett, és az ellenállás 80 kilóohmra emelkedett. Elképesztő, hogy milyen volt a lelkivilágunk ezekben a percekben. Rövid lelkitusa után meghoztuk a döntést, miszerint meg kell mosdatni az M3-at. Az akció nagyon gondos, főként a tűzvédelemre kiterjedő előkészítés után körülbelül 40 liter benzin felhasználásával 3 nap alatt ment végbe. Büszkén és boldogan mutogattuk a gyönyörűen kitisztított gépet azoknak a kollégáknak, akik Budapestről a gép felélesztéséhez érkeztek. Kovács Győző és kis csapata, Drasny József, az aranyos humorú Jócska bácsi és az örökké mosolygó kitűnőség Kardos Kálmán. Büszkék voltunk, mert az M3 szinte felismerhetetlenségig tisztává vált, és boldogok, mert nem robbantunk fel. Győzőjék arcán a várt öröm helyett őszinte döbbenet ült. Most mi lesz? Később ugyanis kiderült, hogy a lerakódott kormot ők már a gép áramköreibe beépült elemnek tekintették és kezelték, a feszültség viszonyokat sok helyen ennek megfelelően állították be. Valóban nagyon sok helyen kellett beavatkozni, a feszültség osztókon változtatni, de ami a lényeg, az M3 július közepére ismét üzemkész állapotba került. Hatalmas, fáradtságos munka volt benne. Mint minden beállításnál, így az M3 esetében is elérkezett az ünnepélyes üzembehelyezés napja. Előző este úgy 9 óra tájban bejött Laci bácsi a gépterembe, és érdeklődött, hogy minden rendben van-e. Teljesen megnyugtató választ tudtunk adni, hiszen a tesztprogramok és a laboratórium matematikusai által már elkészített programok napok óta hibátlanul futottak. Laci bácsi távozása után, mint egy fél óra elteltével elementáris erejű zivatar tört ki, óriási villámlások kíséretében. Néhány perc múlva egy hatalmas villanás után az áramszolgáltatás megszűnt. Aki valaha is dolgozott első generációs, azaz elektroncsöves számítógéppel, annak nem kell különösebben ecsetelni, hogy mit jelentett a gép számára az ilyen körülmények között létrejött áramkimaradás. Azoknak, és ma már ők vannak nagy többségben, akik csak hallottak az ilyen gépekről, csak annyit. Az áramszünet 20 percig tartott, ezután visszakapcsoltunk, és reggel 5 óráig több mint 40 darab meghibásodott áram elektroncsövet cseréltünk ki a gép különböző egységeiben. Reggel 6 órakor a tesztek ismét hibátlanul futottak, és délelőtt az ünnepélyes üzembehelyezés zavartalanul megtörtént.